Éppen próbál a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület, fellépésre készülnek. A csoport 2019. decemberében alakult, jelenleg csak gyerekeknek tartanak táncórákat. Szerintem volt rá igény, bár nem mértük föl, viszont az utóbbi, mondhatom, évtizedben annyi fele jártam, annyi fele tapasztaltam a falvaknak a közösség építő erejét, hogy gondoltam, hogy Majoson is mindenképpen kellene egy ilyet csinálni. És ugye egyértelmű a célunk, a bukovény székelyek, akik a falu nagy részét kiteszik, az ő hagyományaiknak a megismerése, továbbadása, megismertetése a következő generációknak, bár egy másfél generáció kimaradt, de most legalább ezek a kicsi gyerekek, és rajtuk keresztül a szülők is úgy érzem, hogy meg fogják azért ismerni. Az egyesület jelenleg több mint 70 taggal rendelkezik. Pap Domonkos, a csoport elnöke elmondta azt is, hogy szeretne utánpótlást kinevelni. Tavaly terveztünk egy felnőtt társcsoportot is, sajnos keresztbe vágt az a ismert helyzet, de most úgy néz ki, hogy megindulunk velük is, viszont most már egy még kisebb csoport is fog indulni, éppen most pénteken lesz az első próba, szintén a tánctanárunk irányításával. Egészséggel gazda, kalács asztalonra! Beengednek nekem minket apró szemnek elni! Isten segedelmével beengedünk, de táncoltak-e vagy egyet? Táncolunk vissza! Keresztapám, húzz egy csárdát! Tervek ugyanazok, amiket kitűztünk az induláskor. Ugye a legfontosabb, mondtam, a hagyományok, tehát úgy, mint néptánc, népzene, viseletek, a történetek, a múlt, az őseink múltja, ugye egy bukovény népcsoport, egy eléggé karakteres népcsoport, egy komoly múlttal, egy vészjó helyzetbe indult el az egész, és hát egy nagyon hosszú kálváriát. Mostanában elég sok műsor készül felnőtt táncsoportokkal, színházi előadásokkal, valahogy mostanában bukovény székelyeket, mint hogyha kicsit jobban meg akarnák ismertetni az országgal. És mindenkünk is ez a fő célunk, igen. Hagyományőrzés, hát az azért fontos, mert hát hogy minden generáció tudja, hogy honnan jöttek, miért vagyunk itt, miért pont itt vagyunk, azelőtt hol voltunk. Ne legyen az, hogy néhány, mit tudom, három generáció múlva esetleg nem, azt se tudják, hogy mi az, hogy bukovenei székely. Vagy egyáltalán most ez függetlenül, hogy mi pont a bukovenei székelyeket, ugye mivel, hogy azok vagyunk, de ezt én javaslom és ajánlom, és szerintem megy is más nációkba is, ez, vagy más népcsoportokban, nem hiszem, hogy ez csak nekünk lenne fontos, de nekünk ez nyilván ez a legfontosabb. Emellett nem zárjuk ki természetesen másfajta kultúrák megismerését sem.